Alapvetően a Lámpás Alapítvánnyal megismerkedtünk egy rendezvényen, és ott ismertük meg az ő tevékenységüket, hogy milyen feladatokat és milyen áldozatos munkát végeznek az itt bent lakókért, és nagyon megtetszett, és úgy gondolom, hogy közel áll szívünkhöz azok a típusú projektek, ahol nem annyira látványos, hanem sokkal inkább kis, apró lépésekbe tudjuk segíteni az itt élő munkáját és a mindennapi életét. Ez a mostani szigetelés, amit itt megvalósítottunk, ez egyszerre a bent lévők életét, az élet körülményeit javítja, és természetesen költséget is csökkenti. Igen, egy fantasztikus kis ünnepségen lehetünk itt Csömörön, a Lámpás 92 közhasznú alapítvány Levendula lakóotthonában, ami egy családias közösségben itt értelmi fogyatékkal élő fiatalok élnek, és ősszel a Masterclassnak köszönhetően itt elindult egy teljes energetikai fejlesztés, egy teljes termikus burkolat kiépítése, mely elkészült, és egy csodaszép korszerű lakóotthont adhattunk ma át ilyen formán. A mi cégünk feladata ebben a projektben az lesz, hogy megállapítsa az előtte és az utána lévő energetikai jellemzőket, és az alapján a változást fel tudja írni. Ezért, amikor elindult ez a projekt, akkor mi is kijöttünk és megnéztük a házat. Tulajdonképpen ilyenkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen szerkezetekből állnak, milyen nyílászárók vannak benne, és ezt alaprajz alapján pedig fel tudjuk vázolni egy modellben, és akkor a változásokat pedig, a szigetelés, ami felkerült, azt pedig ugyanúgy fel tudjuk venni, és ez nyilván hőtechnikailag nagyon sokat segít az épületet, nagyon sokat javít azon. És tulajdonképpen ezeket a számításokat elvégezve és ezeket kiértékelve meg tudjuk mondani, hogy az épület energetikai besorolása az hogyan fejlődött, és ez alapján meg lehet határozni egy ingatlan becsléssel, hogy mennyit növekedett az ingatlan értéke. Ezen kívül pedig lehet becsléseket adni, ugye a jövőre nézve csak becsléseket adni, hogy mennyivel csökken várhatóan az ingatlan energiafogyasztása.